Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy varázslatos szerelmi jóslás. Ez egy általános jóslás, viszont megvan a lehetőség arra, hogy kért tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes, rád vonatkozik. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 9000 forint. Én a védikus asztrológiával dolgozom. És most bepillantunk ebbe az orákelbe, mit mutatnak a kártyák. Itt ez a kép utal az ő jelenlegi helyzetére. És itt ezen a képen te vagy látható. Tehát először megnézzük ezt a férfit. Mi van nála? Itt látható egy boldog családi kör, egy ünnepség, ahol mindenki nevet, jól érzi magát, ez így tűnik kifele. Viszont itt a képen látható a 9-es szám, és az utal korlátozásokra. Ez olyan, mint egy kerítés, ahol nem megy tovább, itt megakadunk. Tehát kifele úgy mutatják, mintha mindenki boldog lenne, de végül is nem így van, hiszen vannak itt problémák, nehézségek, de erről nem beszélnek nyíltan. És mi van nálad? Te vagy itt ez a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett. Ez jelenti az érzelmeidet, tehát kimutatod az érzelmeket. Amit ez a kártya még jelent, a te belső forrásod, az intuíciód, vagy az inspiráció. Tehát megvan nálad ez a tehetség a művészi területeken, egy kreatív tevékenység, vagy egy spirituális út. Itt a következő kártyák utalnak a gondolatokra. Először megnézzük az ő gondolatait és terveit. Itt vacillál egy kicsit, hiszen szeretné, ha előre mennének a dolgok, de olyan bizonytalanul ül a nyeregben. A kezében van ez az arany érem, azt majdnem, hogy elveszíti itt, és utal az anyagiakra, meg a munkájára. Tehát itt nincs meg most a biztonság érzete. Ő szeretne egy új irányt, egy új kezdetet, de még fél a jövőtől, hogy mi van rá az anyagiakat illetően, vagy a munkát illetően. Amit tudatosan kimutat, az itt látható. Ez a fiatal fiú jelenti az új kezdetet, de olyan kis lépésekkel, olyan bizonytalan, amikor érzelmekről van szó, hiszen a kezében ez a kehely az érzelmeket jelenti. De mégis jól alakulnak a dolgok, mert látható a képen, hogy nyitott arra, hogy kimutassa az érzelmeket. És most megnézzük a te gondolataidat. Itt a 2-es szám utalhat egy párkapcsolatra, rád és ő rá. Itt lesz újra találkozás, lesznek döntések, lesznek beszélgetések. Itt ez a kereszt jelenthet vallási témákat, jelentheti a hitet, a bizalmat, azt is, hogy a sors utatok újra kereszteződik, és itt kommunikációról van szó. Ami a munkát jelenti, vagy más életterületet, akkor ez a kártya utalhat szerződésekre. És mit mutatsz kifele? Az itt látható. A 10-es szám jelent egy új kezdetet. Amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt is találkozásról, beszélgetésről van szó, de a múltban volt valami, ami megsértett téged, ezt szeretnéd tisztázni vele. És most megnézzük az érzelmeket. Először az ő érzelmeit. Itt
Itt látható, hogy nagyon szeret téged, ezt ki fogja mutatni, hiszen jelenti azt, amit kifele közöl, ami látható. És ami belül van, az érzelmeit illetően ő elfoglalja a helyét az életben. Tehát tudja, hogy mit akar. A kezében van ez a bot, és kezébe veszi a dolgokat. Ez a bot jelenti a tűz elemét. Ő aktív lesz, a tűz eleme az mindig aktív. Azon kívül kimutatja majd a bátorságát, a lelkesedést, lesz egy közeledés, itt a szerelem és egy testi kapcsolat. És most megnézzük a te érzelmeidet. Itt ez a ravasz róka ellop valamit, tehát itt lopásról van szó. Lehet, hogy tényleg így van, hogy valaki ellopott tőled valamit. Ez lehet az anyagiakat illetően, de lehet a te időd, vagy valaki rabolja az energiádat, és ez nyomaszt téged, szomorúvá tesz, és látható, érezhető az, hogy csalódott vagy emiatt. De ez a tolvaj, ez a róka jelentheti azt is, hogy vannak félelmeid, hogy elveszíted őt. Ezek a te érzelmeid. És ez a királynő jelenti azt, amit kifele mutatsz. Tehát a félelmeket nem mutatod ki, vagy nem szabad kimutatni. Itt foglalt el a helyedet ugyanúgy, mint ő, mint egy királynő. Nála is kezében van a bot, nálad is a kezedben van ez a bot, és utal a tűz elemére. Az jelenti akkor a te bátorságodat, a lelkesedésedet, a szív melegségét, a közeledést, a testi kapcsolatot. Az, hogy nálad itt félelmek vannak, azt nem szabad neki tudnia. És most megnézzük azt, hogy mi várható a következő 3 hónapban. Ez a kép utal május hónapra. Itt meg lesz a belső egyensúly, a belső nyugalom. Itt mérlegeled, figyeled a dolgokat, és utána hozol döntéseket. Június hónap itt látható. Itt kivirágzik valami, de kell a könnyűség, a kommunikáció. Itt ez a virág olyan, mint egy fal, tehát kiépítetek valamit. Itt megvan köztetek a kapcsolat, a vonzalom, és ebből kialakul valami új. Ez lehet egy kisbaba születése is, vagy együtt dolgoztok, kiépítetek valamit. Ez lehet a munka, a hivatás, vagy egy közös jövő. Július hónapban itt ez a kép utal arra, hogy sikered lesz a munkát illetően, megkapod az elismerést, itt lesznek nyeremények, de itt ez a kép utal a te belső értékeidre is. És mások odafigyelnek erre, tehát meg lesz a megbecsülés. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!